Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez itt az Oxygen Not Included kozmikus közösség második epizódja, és hölgyeim és uraim, egyből egy kis alvással kezdjük a játékot, viszont ez nagyszerű alkalom lesz arra, hogy elmagyarázzam, hogy hanyadikán van első így a játékban, a játékkal kapcsolatban, és hogy mit fogunk csinálni ugye a mostani részben. Nos, először is a kutatásra fogunk főként rávenni, és megpróbálunk a lehető legtöbb tudományos csomagot kikutatni annak érdekében, hogy drága duplikánsaim ne érezzék magukat abszolút kellemetlenül. Ennek az eléréseként először energiára van szükségem, és 4 kockás lesz a padló, tehát húzunk ide egy ilyen vékony csíkot. Ez lesz az energiatermelő központom, szeretnék nagyobb elemeket elhelyezni, hogy mindenféleképpen tudjam őket használni. És igen, a dig az ásás. Igen, köszönöm szépen. A dig az ásás. Azt is kiszedjük, bár mondjuk azt nem ezzel a parancsal. Azt a millwoodot le tudjuk harvestelni. És ugye nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a konyhát is el kell készítenünk, ami pedig ebben nagyszerű területen fog elhelyezkedni. És az első dolog, amit szeretnék lerakni, mivel már van millwoodom itt, és le tudom harvestelni. Máshol nincs millwood? Máshol azt hiszem, hogy nincsen millwoodunk. Ó, rengeteg növény van. Rengeteg növény van, amit be fogunk tudni majd takarítani, te is jössz ide hozzám. Valamint jöjjön akkor ide egy dig parancs, aztán ide, és végül pedig ide. Így, oké, okay. Kiásunk itt mindent, ami kell, meg azt is, ami nem. Algát összeszedünk, az alga az nagyon jó lesz a későbbiek folyamán, és alig 200 kg-nyi oxilit maradt hátra ebből a kis kockából, ami biztosítja számunkra az életet jelentő oxigént. Azt a rezet is kiszedhetjük, és hogyha már ott vagy barátom, akkor harveszted. Így is van, leharveszteli azt a millwoodot. Nos! Lassan csinálj meg fel ezeket az épület darabokat, ezeket a kőkockákat, és én itt ki is fogom jelölni, hogy azt takarítsuk le. Valamint, hogyha már bányászásnál járunk, akkor lehet, hogy tovább húzom ebbe az irányba, hogy a lehető legnagyobb területet fel tudjuk szabadítani. Erre nincs itt szükségünk, konkrétan úgy erre sincsen szükségünk. WC-re kell menni, oké, nagyszerű. Tudom. Itt majd lesz egy másik helyiség, azt még el fogom dönteni, hogy mi lesz valójában. A hálószoba szekció valószínűleg ezen a területen lesz, és itt, ahol megtalálható ez a bleach stone, ez az ilyen hipókő, vagy nem tudom, hogyan nevezzem ezt a bleach stone-t, ez lesz a határvonal. Hogyan fogja megcsinálni a duplikásainknak a nagyszerű szobáját? Először is, a kutatásban szükségem van egy olyan talajra, egy olyan kőzetre, ami fémből készül, és a gázokat átengedi, a folyadékot nem. Ez nagyon-nagyon fontos annak érdekében, hogy tudjanak lélegezni a duplikánsok, illetve az alvás közben, ami széndioxidot kilélegeznek, az eltávozzon. Szigorúan lefele. És ez a gáz nem marad a... Mit nyomtam? V-t nyomtam meg. Nem marad a lakókörzetbe az a gáz, hanem szépen el fog szivárogni. 3%-on van a stressz, egy kicsit felpörgetjük az eseményeket. 15.000 kalórián van, beleértve hogy ezeket a burgonyákat is, amik kiestek. Hűtőt szeretném majd csinálni, viszont automatizált energiára van szükségem. Az automatizált energia vagy szén elégetése, vagy hidrogén elégetése, de ez természetesen szükségem lesz majd valamilyen építményre, amivel ezt tudom menedzselni. Az én általam létrehozott szoba, az áll egy ágyból, az ágy fölött egy 2x2-es képből, az ágy mellett egy oszlopból és egy ajtóból. Így a megkapott beltérnek az összege az 12-es, fallal természetesen körbevéve. És hogyha szeretnék egy kis segítséget kérni, akkor nem latrina, barak. Sleeping in a bed will restore additional stamina, duplicant is located with barracks. Tehát több staminát, több kitartásuk lesz. Már azt is megtudtam, hogy a stamina kitartás. Tudjátok, hogy nagyon sok angol játékkal játszatok, és magyarra nem kell lefordítani ezeket a dolgokat, akkor akarva, akaratlanul angolul kezditek el használni a dolgot, és elangolosodik a nyelvezetünk, ami valamilyen szinten jó, de valamilyen szinten meg nem jó, főleg, hogyha így kommunikálni kell, így érted? Így. Nos! Barakokat szeretnék csinálni, hogy a duplikánsaim a lehető legtöbb kitartást tudják visszanyerni, és a lehető legtöbb mindent tudjanak csinálni. Illetve különböző szobákat szeretnék csinálni. Power plant, wow! Electric engineers can tune up generators built with a power plant, improving their power production. Wow! Ilyen lesz, energiaszobánk lesz. Greenhouse. Crops grow with a greenhouse can be tended by farmers to increase their growth speed. Itt van az a fülhogy jobs. Lesznek speciális munkák, és ezek a speciális munkák lesznek hivatott arra, hogy elvégezzék a különböző dolgokat itt ezekbe a helyiségekbe. Stable.
Stabled creatures will be more productive and less hostile. 12 kockától 96 kockáig. Jó, oké. Akkor majd kell egy ilyen istáló is az állatoknak. Recreation room. Micsoda? This short time will relieve additional stress for duplicants visiting recreation room. Recreation building, no industrial machines, decoration items. Jó, akkor lesz egy ilyen relaxáló szoba, vagy mi a bubánat, amit ír a játék. Én azt mondom, hogy csinálunk. Azért, hogy a duplikánsai megkapják azt, amit kozmikus jelenlétük megkövetel, az mindenféleképpen csak pozitív lesz. Nos, viszont akkor ugye most már tudjuk, hogy mennyi kell valójában, és így be tudjuk osztani a duplikánsainkat, hogy ki hol aludjon. Mikor lesz a következő 2,3 ciklus múlva, szerintem bőven meg fogjuk tudni csinálni azt, amit meg kell csinálnunk. Itt van egy létre, én ezt használom. Szerintem kettő szintig. Egyszer, ugye négy, ah nem, azt már el is csesztem. El se kezdtem, de már elrontottam. Akkor 1, 2, 3, 4, igen, és nem, ide. Jó, csak összejön ez a matek, hogy valójában mi hova kerüljön. És akkor jön megint egy, 4-es, igen. Jó, a beltér az itt fönt, 3-as, ugye ide jön a kép, ide jön az ágy, ide pedig egy oszlop, hogy tudjanak művészkedni, drága duplikánsaink. És akkor ugyanezt lemásolom itt is, hölgyeim és uraim, mert ott nem. És ez lesz az utolsó ilyen blokk. Ide 4 ágyat fogok felszerelni, ide valószínűleg belé még egy 4 ágyat, aztán megint egy 4 ágyat. Szeretném a felső zónára kihegyezni ezt a dolgot. Úgyhogy, hogy dolgozzanak a duplikánsaink, de gyorsan felhúzunk egy ilyen létrát, és innen fogunk tovább mozdulni, ugyanis itt már nem fogunk följön menni. Azért is, mert hogyha itt elkezdünk bányászni, akkor eszméletlen tempóval fognak lepotyogni a dolgok, és itt összegyűlik, és nem fogunk figyelni, és ha nem figyelünk, akkor hibázunk. Ha hibázunk, akkor megszívjuk. Hogyha megszívjuk, akkor GG és új játék. A széndioxidot nagyon-nagyon szépen veszítjük el, aminek mód felett örülök, és hogyha a duplikánsaink nagyon-nagyon jól végzik a munkát. Ó, pedig azt le akartuk harvesztálni. Az is jöhet. Ott is van még 2 darab krumpli, ez mindenféleképpen a tápanyagot fogja nekünk pótolni. A hatchek itt szépen megbújtak. Azt hiszem, hogy a hatch olyat csinál, hogy megeszik valamilyen kőzetet, rengeteget, mushroomot is ehet, meatet is ehet. Mit szeret a legjobban? Crushed rock. 420 kg ciklusonként föld, sand, clay, crushed rock, semmilyen káros dolgot nem eszik? Field mushroom, frostburn, barbecue-ból 0,2 kg kell neki ciklusonként. Azt mondja, hogy meal. Mashbart tudunk neki adni, és 0,9 kg kell neki ciklusonként. Vagy nutrient bar 0,9 kg ciklusonként. Hogyha elfogjuk ezeket a hatcheket, akkor stone hatchling egg, sage hatchling egg. Tudunk tojást tojatni ezekkel a hatchekkel, és azt fel tudjuk használni valamilyen kajára. Milyen kajára tudjuk? Itt az idő egy kicsit beszélni erről a kajáról. Nem tudok mindent, nem látok mindent gyakorlatilag, amit tudnánk csinálni. Mi az 3%-ban stresszes? Jó, hát majd el fog múlni. Azt mondja, hogy Millice, Nutrient Bar, másba. Ezt a Nutrient Bart még nem láttam. Ez pedig nullás. Lice Loafot szeretnénk csinálni mindenféleképpen, hölgyeim és uraim, mert a Lice Loafot talán a legkönnyebben elérhető. Wow, 3-as quality. Valamint a vitaminok. Valószínűleg, hogyha a technológiám már lesz azon a szinten, hogy ki tudom fejleszteni a dolgokat, majd akkor fogok tudni előrébb lépni. És mivel a fejlett technológia kell a többi technológiához, ezért célszerűbb most egy kicsit előre lendülni, és akkor szépen kikutatni mindent. Szeretném, hogy a duplikánsaim ezzel foglalkozzanak, úgy elsőnek. Elfogytak a parancsok? Ezek dolgoznak, mint a gép. Ezek nagyon durván dolgoznak. Akkor de mindenféleképpen húzzatok fel egy létrát. Boys and girls, és szerintem itt fogom majd folytatni valamerre, de ide fogom rakni a következő hálókörletemet. Úgyhogy először is ki fogom jelölni itt a talapzatot. Azt mondja, hogy azt még ott nem szedjük szét, csak a talapzatot csináljuk meg. A talapzat pedig nem tudok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Így. Így, ezt megcsináljuk, ezt szépen itt kidiggeljük, és egyetlen egy dolgot felejtettem már el a játéknak az első szakaszában, az pedig a storage. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, oké. Ide szeretnék ilyen oszlopokat rakni, vagy akár ilyen képeket, hogy a duplikánsaim jól érezzék magukat, és hogy mindenki azt mondja, hogy de szeretek ezen a területen rakni, azt ott lakni ellel. Igen. Ezeket én eltakarítom, mert egyből rosszul... Nem, jól léptem. Jól léptem, csak bezavartak az ágyak. Jó, oké. Oké. Saját magamat zavarom össze, hogyha már a játék nem tud összezavarni. Igen, hát menjünk fel. Rézre nagyon sokra lesz szükségünk, és minél magasabbra megyünk, annál több mindent látunk a környezetből, és a mai küldetésünk, az egyik küldetésünk ez lesz. A lehető legtöbbet lássunk a környezetünkből. És mit szólnál, hogyha... Te most elgyalogolnál oda. Nem tudunk? Miért nem tudsz? Miért nem tudsz? Oda nem tudunk felmenni, azt aláírom. Gyere ide! Bubbles. Move to there. Bubblesnak köszönhetően el fog menni oda oldalra, és... Vadvilág. Vadvilág, sehol a környezetünkben egy ártatlan gejzír. Sehol. Sehol nem találtunk most még, hölgyeim és uraim, ezek olyan dolgok, amikkel meg kell küzdeni. De itt van szintén Bleedstone. És a hatchek csak arra jók, hogy tojást toljanak? Valószínűleg igen. Hogy állunk oxigénnel? Fájdalmasan gazdag az oxigén. Egyébként ez is lehet eléggé stresszes. Az immunrendszerünk az teljes mértékben jól van, 3% stresszen vagyunk, az is abszolút jól van. Úgyhogy a játék első szakaszát kihasználhatjuk annak érdekében, hogy itt mindenféleképpen jól termeljünk ki dolgokat. Azt ott kiáshatjuk, azt is kiáshatjuk, azt begyűjthetjük, és a konyhára fogunk majd fókuszálni, miután kiadtuk a parancsot, hogy minden, azt mondja, melyik legyen? Copy settings. Kivéve, nem. Hogyha most mindenre állítom, ez a WC engem meg fog viccelni. Ez a WC meg fog viccelni, mert innen ki fogja nyomni magából a trágyát, és én a trágyát szerintem itt oldalt egy helyiséget fogok neki biztosítani. Egészen eddig. A Bleed Stone lesz az, ami árassza magából kifele ezt a koszos levegőt. Azzal teljes mértékben tisztában vagyok. A hatchek azok elbújtak, be lehetne őket fogni már most, hogyha szeretnék szakmázni, de jobban szeretnék inkább egy picit fejlődni. Kutatás? Kikutattuk? Oké. Mehet a plumbing. Jöhet a folyadékkezelés, hölgyeim és uraim. Kialakítottuk ezt a környezetet, azt még ott le fogjuk diggelni. És mivel van nyersanyagunk, igen, ezért vezetéket fogunk húzni ide, ide és ide. Oké? Okay. Ja! Energia. Tudjuk most már a nagy elemeket. Ebből lerakok 3-at a játék első szakaszába. Szerintem ez megfelelő lesz. Jobs board. All of duplicate into assigned to specialized jobs. Azt oda le tudjuk rakni. Hát akkor ide rakjuk le, nézzük meg, hogy mit csinál. Mit tud, mit ad a kolóniánkhoz. Power. Mókuskerék. Egyszer. Szerintem kétszer. Kettő mókuskereket lerakunk, azt meg majd, hogyha felépítjük ezeket a mókuskerekeket, akkor megmondjuk, hogy ne használjuk. És potyog a homok. Oxigénnel jól állunk, szén-dioxid itt van begyűlve egy kicsit, és itt van megakadva az oxigén, de még nincsen drasztikus mennyiségben. Itt is van egy kis szén-dioxid. Igen. Technikailag jól állunk. Oké, na, lássuk, feloldódott a fül. Jobs. Wow! Wow! Oké! Art student. Akkor itt van, hogy mit szeret csinálni. És azt ugye 50%-a gyorsabban csinálja, azért vannak itt szakmák, gyerekek. Architect. Senior architect, Jézusom! Oké, ezt majd át fogjuk nyálazni. Ez szerintem ugyanaz, mint a... nem ugyanaz. Hasonló, mint ami Rimworld-ben van. Hasonló. De ugye mégsem.
Meg kell várnunk, amíg kiszedik az első kulát, és utána el fogják rakni ebbe a storage-be, de addig szerintem ki fogjuk vágni ezt a részt, ezt a szakaszt. Ugye? Igen. Egy határozott talán. Egy határozott talán. Valamint ide húzunk egy ilyen falat. Szépen, gyorsan, ügyesen. Hatch majd szépen ott fel fogja zabálni a cuccaimat. Aminek annyira nem örülök, de most nem tudok mit csinálni. Abba az irányba fejlődni fogunk majd tovább. Északra nem nagyon látunk semmit, délre pedig meg még nem mentünk elég mélyre. Ugyanis koszos oxigén van, ide lemehetnénk a slime-ba, és itt a paprika. Pepper plant. Pink pepper plant, nagyszerű. Valami dusk cap, gombánk már van, nádunk már van, lilink az is van, lightslofunk szintén van. Szerintem Lightstove-ból is elkezdek csinálni, mert sűrűn van az, hölgyeim és uraim, hogy belesek abba a hibába. Nincsen még connectelve, nem baj. Sűrűn belesek abba a hibába, hogy nem csinálok kaját. Hogy nem biztosítom a duplikánsaim számára a kaját, mert ez a 23 000, ez megtévesztő. Ez holnap már csak 19 000 lesz holnap után, meg már csak 15 000. Főleg, hogyha jön még egy duplikáns, akkor már csak 10 000, és 3 nap eltelt. És hiába akarok én szebbet, jobbat, többet. Nem lesz. Nem lesz. Nos. Akkor lássuk, a Lightstove milyen életvitelt igényel. Azt mondja, oxigén, polluter oxigén, karbondioxid, eszméletlen igénytelen növény. Nagyon örülünk neki. Az oxigén a légnyomás 150-től 10 000-ig. Ugye 2000 kg-ban. Szerintem a légnyomással nem lesz baj. És 10 és 30 fok között életképes. Hát ez a 28 fok, ez zseniális lesz ez. Úgy fog örülni ez a növény, hogy az valami elképesztő. El sem tudjátok hinni, mennyire örülni fog. Na itt még van 146 kg oxilitből. És megnézem így este folyamán, hogy ki tudom-e venni. Esetleg... organic polluted dirt. Haha! Copy settings. Oda is. Nagyon jó eszköz. Valamelyikőtök mutatta nekem. Zseniális. Mondta. Szerintem Florian volt. Igen, research! Let's go, guys! Jöhet a légkezelés. Azt mondja, 6. ciklusban vagyunk, és kicsikét el vagyunk maradva. És mindenki teker, mert az energia szint alacsony. Azt mondjuk nem értem, hogy tudjuk használni ezt az elemet, ezt az akkumulátort, hogyha az ott nincsen megfelelő, rá van potyanva egy homokdarab. Szóval az úgy elég érdekes. Határozottan érdekes. Igen, ott elmászkáltunk, és úgy látom, hogy eléggé kevés meló van a duplikánsainak, úgyhogy építkezhetünk tovább, aminek mód felett örülök. Azért is örülök neki, hölgyeim és uraim, mert így tovább tudom húzni ezt a szakaszt. Annyira nem kell szerintem. Ennyire elég. A francokat húzhatjuk tovább. Húzhatjuk tovább, és 1-2-3-4, 1-2-3-4. Négyes beltér. És így. Nagyon jó. Ezt itt el is zárjuk. Kérem a parancsot, hogy ezt itt digeljük ki elég rendesen. És még senki nem töltött semmit. Mindjárt megnézem, hogy ki az, aki nagyon jól storage. Fill non-critical storage building with resource. Ez az, ugye az újratöltés. Ranch, farm, operate heavy machinery, production, nem, research, art, cooking, tidying, sweep, mop, ugye ezt mindenkit magas prioritásra kellene állítani, amúgy kell. Thread 6, igen, toggle, turn machinery and set flip switches, life support, fight with critters. Szerintem csak meg kell várni azt, hogy ne legyen munka. Szerintem amúgy. Deconstruct. És deconstruct. Ugye 50%-nál kezdenek el tekerni a duplikánsaim. Egyet szépen felszabadítok. És a legeslegelső dolog, amit szeretném most csinálni, az pedig egy szuperkomputer. Így, oda. Azt mondja, hogy van egy deconstruct. És... wire. Gaspar liquids, power wires. Ő kell nekem. Ott, azt szépen ott eltakarítjuk. Valamint húzunk egy újabb power wire-t. Amúgy állhatnának így a földből ilyen vezetékek, de most minek? Most őszintén szólva. Minek? Minek álljanak ki? Megcsináljuk a szuperkomputert, bekötjük az energiaellátó egységekbe.
Szuper. És az utolsó, research, jön a dekoráció. A dekoráció, végre a dekoráció. Eljutottunk az első Bleedstone-ig, és nem fogjuk kiszedni. Habár nem. Most még nem kell. Azért nem szedjük ki, hölgyeim és uraim, mert most még nem kell. Ami viszont kell. Ami viszont kell, kaja. Szükségem van erre. Az aranyosra. Egy... 2, 3, 4, 5, 6. Ajtó. 2, 3. Ide őt lerakjuk. Így, oké. Okay. Hamarosan lehetőségünk lesz majd kicsit átalakítani a bázisunkat, és aki követi a csatornát, tudja, hogy megérkezett a duplikáns. Nem. Tudja azt. Colonel Lux, Teacher's Assistant Science, Tenut Scientist. Jó, lesz majd, ne izguljál, lesz majd. Azt tudja, hogy nagyon szeretem használni ezt a gázáteresztő falat. Szerintem mindenki ugyanebben a cipőben van. De lássuk, hogy ki lesz az új duplikáns, hogyha nem találunk jót, nagyon jót, akkor nem választunk. Akkor megmaradunk ennél a négy főnél, és megpróbáljuk kimaxolni a kolóniát egészen addig a pontig, amíg nem nyomtat ez a szuper nyomtató, ez a felfoghatatlan technológiával működő szuper nyomtató, valami olyan duplikást, ami igazán használható. Mert egy ember, aki nem igazán képes semmire, vagy nagyon sok negatívummal rendelkezik, ő nem kell. Lássuk! Mik vannak itt? Minusz 1, minusz 30, minusz 30, minusz 30, minusz 1. Oké, azt látom, hogy túl sok mindennel nem rendelkezik. Ötös farming. Harvesting speed, tending speed, seed chance. Ő tetszik, viszont nem tud ásni, de egyes neki, a lényeg, hogy egyes. 5% attack damage. Valamint nem tud orvosolni. Ez még annyira nem nagy para. Ranching, tinkering, strange. Atlétika. Ez az ötös farming, ez egész jónak tűnik. És mit tud? 25 gram per másodperce kevesebb oxigént fogyaszt. Ez mindig jó. Azt mondja, hogy itt magas az ellenállás, kevesebb oxigént fogyaszt, korai madár, tehát megkapja a plusz kettőt, az ásás nagyon szereti, és az operátori munkát, viszont jobban kell pisilnie. Amúgy inkább őt választanám. Ez a három tulajdonság sokkal jobb, mint ez az egy, és ez a kettő nem. Pisilnie kell jobban. Több vizet használ, több földet használ, illetve az első, Frankie! Amúgy a neve miatt őt választanám. Szintén jobban pisil, kisebb a hólyagja is, a Kidnessre kap 3-at, és így 6-os lesz neki. Medical skills, how to well duplicant works with preps, peers and critters. Egy doki vagy egy farmer? Doki vagy egy farmer? Farmer vagy a doki? Vagy az ásó? Ő építeni szeret, illetve ásni. Ő ásni, és kettes az ásás, itt meg 3-as. Frankie, köszöntsétek hatalmas nagy tapsal, hölgyeim és uraim, Frankit, aki újabb duplikáns lesz a mi kis, gyönyörű, szerethető kolóniánkba. Mennyivel más a minden egyes játék függetlenül attól, hogy kolónia management? Nem? Nem? De, szerintem is. Szerintem is. Igazatok van, én is úgy látom. Na jó. Oké, ide is kell majd egy létra, csak akkor arrébb kell pakolnom valamelyik elemen, vagy pedig fölfele megyünk, vagy át a másiknak a szobájába. Ez direkt csináltam így? Igen, direkt. Direkte! Igen, majd itt át fogjuk rendezni a dolgokat, nagyon-nagyon jól látjátok. Ide is, oda nem tudunk, de oda tudunk. Biztos, hogy jól csinált? Nem, az már megint alacsony. Az már megint alacsony, hölgyeim és uraim, kicsit elcsesztem, elszámoltam magam, még jó, hogy nem így ment ki a rész. Mondtátok volna, hogy elrontotta, te mi vagy? Shine Nymph Egg. Te tojtad a tojást? Ez egy tojás! De jó! De király, és ezt meg tudjuk főzni? Meg csak gondolom kell hozzá a grillsütő. Legalábbis sejtem, hogy kell hozzá a grillsütő. Na mindegy, koordináljuk itt a problémámat. Ére, oké.
És itt megyünk föl, és itt is megyünk föl. És valószínűleg fölfele kezdek el ásni, úgyhogy még elkerüljük ezt a koszos levegőt, ez széndioxid. A széndioxid az nem gáz. Széndioxid, ott a koszos levegő. A koszos levegő veszélyes, mert tele lehet baktériummal, és ha már tele van baktériummal, akkor abszolút kellemetlen lesz. Viszont az abisszalit, az egészen jól hangzik, úgyhogy... Nagyon szeretem a hangját ennek a játéknak, csak azt nem szeretem, hogy nem tudok egyenest húzni. Oké, ott ásunk felfele, stresszesek lesznek a duplikánsaink, de ezzel nincsen probléma, mert a legnagyobb értékünk 4%. Szükségünk van még egyre? Szükségünk van még egyre, vagy Traváldó lesz az, aki ugrál egyikből a másikba. Lehet jó lenne amúgy kettő kutató minimum, az abszolút jó lenne. Kiadom akkor a parancsokat, jöhet a dig. Ezt így diggeljük ki. Dig. Diggeljétek. És itt van a koszos víz. A koszos víz azért fantasztikus, hölgyeim és uraim, mert kell egy medencét csinálnom neki, ahova kipumpálhatom az összes koszos vizet. A koszos víztartályom aktuálisan ez a pont lenne. Ez a pont lenne. Ez lenne az, ami alkalmas. Ami megfelelő. És szerintem ki is használom ezt az adottságát ennek a területnek. Kiadom parancsnak, hogy itt ezt így bányásszátok ki, valamint ezt is, legalább egy kis szénhez jutunk. És itt létrával lemegyünk eddig a pontig. Ezt itt visszavonjuk. Azt ott visszavonjuk, ugyanis tudunk ajtókat csinálni, manuál airlock, akkor még nem tudunk. Oké, akkor ez csak tervezet marad. Jó, ez a koszos vizet fogja árasztani magából, ami eléggé sok. Te el kellene zárnunk, ugye? El kellene zárnunk mindenféleképpen, és a koszos vizet nem tudjuk ugye tartályokba berakni, ilyen raktárakba berakni. Na mi a probléma? Nincs elég víz benne, és a vizet használja el, megint nincs víz. Jó, kapcsoljuk le. Kapcsoljuk le, mert is semmi értelme. Legalább annyi, mint Miklósnak hívni egy egeret. De ezt a koszos vizet mindenféleképpen el kellene takarítanunk innen, mert amíg nincsen koszos vízelszívó berendezésünk, addig annyira nem lesz szerencsés a helyzet. Na de pörögjünk fel. Oda is jöhet egy big parancs, itt is jöhet egy, illetve amíg még nem lépek előrébb, addig megcsináljuk az alapját ennek az épületnek. Hogy állunk a kutatással? 12/15. Következő lépcsőfokunk mindenféleképpen az lesz, hogy átengedjük a gázokat. Ez azért is lesz jó, mert a széndioxid könnyebben le fog jönni. Ugye most, hogyha megnézzük a kolóniánkat, akkor középen megvan rekedve az az oxigén, amit a legtöbbet használunk, nem jön le a friss oxigén. Viszont a széndioxid meg megint nem megy úgy igazán le, mert be van ide állva a sarokba, ide a fejem fölé. Itt is be van gyűlve a széndioxid, és azt szeretném, hogy itt gyönyörűen átengedje a széndioxidot ez a farrész, és itt kicsurgassa az alsóbb területekre. Ott van? Ja nem, polluted. Polluted oxygen. Elég sok blisztonnal találkozunk amúgy, aminek örülök, mert legalább tudunk ilyen kézfertőtlenítőt csinálni, csak a blisztonnak meg ne rohadj el, kérlek. Kapunk belőle legalább valamit? Megkaptuk! Zsír, azt is. Készen van a kutatás, hallottam mennyei hangját, és akkor én most szépen ezt visszakapcsolom. És a kutatásoknál előtérbe fogom helyezni ezt a tudományt, ugyanis az Airflow Tyler-ra van szükségünk, és mérhetetlen mennyiségű fémre. Ugye ez az egyik hátulütője. No research, oxygen generation. 16,8 kg-ot állítunk elő, és 113 kg-ot fogyasztunk. Ez nem gáz. Ez azért nem probléma, hölgyeim és uraim, mert itt az oxiditek azt mondja, hogy 1785 gram oxigént nyomtak ki magukból. És itt még van egy 62 kilós, itt van egy 161 kilós, itt van egy 142 kilós, itt van egy 150 kilós. Az csak egy darab, igen. Egy darab. És még nem beszéltünk arról, hogy itt is van még kettő. És itt már nincs. Ezek rengeteg oxigént fognak még biztosítani számomra, aminek végtelenül örülök. Valami nincsen meg ehhez? Vagy miért nem? Nem értem, hogy miért nem. Furniture. Még nem tudjuk megcsinálni. Ice block. Na. Reduce stress.
Egy kis stresszet csökkentünk. Overhead light. Az ott miért világít? Ja, be van szorulva, de shine bug. Egyen meg. Valaki ráépített a shine bugra? Úristen. Menjél, haver! Na, végre. Hallgass rá a szép szóból, mert a szép szóra hallgatsz, az igaz, igen, jó. Jó! Innen majd kitakarítjuk ezeket a kőzeteket, de ezt a koszos víz kiadó teret, ezt szeretném megcsinálni. És lehet, hogy itt kellene elzárni a falat, és... Hát lehet, lehet. És akkor ide, erre a területre pedig csinálni egy kiömlőt, a kiömlőt lecsöpögtetni ugye ebbe a tartályba, bevezetni a használt vizet ebbe a tartályba, mert én a kolóniámat többnyire ilyen vertikális elrendezésben szeretem, jobb oldalt vagy a tiszta víz, bal oldalt vagy a piszkos víz, vagy fordítva, teljesen mindegy. Így az egyik oldalon csak egyetlen egy csövet kell felvezetni, onnan jön a tiszta, középen van minden, ami vizet használ, és onnan megy a koszos. És akkor ezt tudjuk sakkozni nagyon sokféleképpen, hogyha van megfelelő hely, hogy kihasználjuk. És elkezdődött. Kipumpáljuk az első adagnyi kulát ebből a WC-ből, és most már nem lehet használni. És én azt mondom, hogy a növénytartást azt mindenféleképpen úgy eszközöljük, nem tudom még mi. Itt itt van komposztáló. Egy darab komposztáló. Rendel. Ide a blocking liquids or gas flow. Hát amíg meg nem csináljuk a manuál blokkot, addig túl sok értelme nincsen ennek. Hol van a manuál blokk? Az elzárja a gázokat. Az nagyon jó. A manuál blokk az nagyon jó. Hol van? Itt van, pontosan azt kutatjuk. Hát nem fenomenális. Annyira előre látóak vagyunk, hogy ez valami hihetetlen. Jöhet az energia, hölgyeim és uraim, bekötjük szépen ezt a gépezetet, és nekiállunk lájszlófokat. Azaz, Lice Mill? Hogy hívják ezt a dolgot? Lice Loaf fogad készíteni! Szuper! Mushrooms. Gombákkal nem akarunk foglalkozni. És termesztenünk is kell. Termesztenünk kell. Nem a dekorációnál van, hanem a kajánál. Igen. Termesztenünk kell, planter boxra van szükségünk. 44 000-nyi földünk van, ami fenomenális mennyiség. Ugye kihasználhatjuk akkor, hogyha a kutatásnál előtérbe vesszük ezeket a farm tile-okat. Grows one plant for seed. Itt pedig grows one plant for seed. Ugyanaz, csak ez talaj fölött van, ez meg talaj alatt van. Ennyi a különbség. Hogyha talaj szintben van, akkor ugye a lámpával jobban tudunk világítani, jobban nőnek a növényeket, etc. Satöbbi, satöbbi. 1, 2, 3, 4, szünet, 1, 2, 3, 4, szünet, 1, 2, 3. Nagyon jó, ennyi egyelőre elég lesz. Én úgy érzem. És a következőnek már tudunk. Ott a tojás, hol a tojás? Ott a tojás. Ott a tojás. Berry sludge, én azt mondom, hogy ezt végtelen ideig csináljuk. Mi kell hozzá? Sleet wheat grain. Hát ilyen rohadtul nincs. Bristol berry. Oké. Kivesszük, Lice Loaf, és örökké csináljuk. Azt mondja, hogy Lice Loaf 1200 kalóriát bízt... Nem. Millice 1200 kalóriát, ugye víz kell hozzá még a másik, de ki tudjuk pumpálni a megfelelő mennyiséget. Oké. Pörögjünk fel, hölgyeim és uraim. Ott van a koszos föld. És abban a koszos földből igyekszünk mi majd trágyát készíteni. Oda ezt terakjuk. Ide pedig majd egy koszos levegő elszívó berendezést fogok csinálni, ami nagyon-nagyon jó lesz. Ott le tudjuk aratni ezt a Lice Loafot. Mindenféleképpen. Ledetek aktívak, mert kell a kaja. Kell a kaja, okosan kell gondolkozunk. És már ki is szedték innen ezt a területet, ami nagyon jó. A széndioxid itt eléggé fel van gyűlve, de nem probléma. És mit is csináljunk? Szerintem a Blossom Seedet nem fogom ide elvetni, mert ez nagyon igényes növény. Nagyon! 5, 30 és 150 gram minimumos légnyomásnak kell lenni. Nem erre emlékeztem! 5 és 30 fok között? Mit szólnátok akkor, ha az első négyet kipróbálnánk és Blossom Seedet raknánk? Bristol berry, az amit kinyom magából, de kellene Sleet wheat is. Ugye? Az első kajához.
De azt hiszem, hogy lehet grillezni is ezt a berit. Lehet grillezni. Bristol berry, nulla quality. Nyersen is megehetjük. Amúgy nyersen. És kevésbé. Copy settings. Hát erre nyomjunk mindent. Kíváncsi vagyok. Nagyon-nagyon kíváncsi váltett most a játék. Na, irrigation, illumination. Na, mi bajod van? Resumben condition improved. Light slope, igen, már el is kezdtünk dolgozni. Fény! Egyelek meg, sötétben nem nőtsz. Valamint víz kell neki. Aha, szóval így csinálják. Oké, akkor ezeket valószínűleg le fogjuk majd bontani. De kell fény, és én a fényt megadom a növényeimnek. Ugye kell ez a lámpa. Szerintem, hogyha ide rakjuk, akkor az úgy egészen jó lesz. És kell a lámpához egy kis energia. Mennyit tesztek a lámpáim? Azt mondja, hogy 10 wattot. Oké, az a 10 watt az nem gáz. Az szerintem egyáltalán nem. Az a 10 watt. Ide szerintem rakok egyben egy fémet, majd szerintem a közepét is fémesen fogom kialakítani, és dolgozunk, vagy nem dolgozunk? Research. 20 és 10. Oké, akkor valamit még meg kell nézzünk, hogy ki tudjak jelölni. Coroner Lux Research Assistant Scientist. Tehát kell egy asszisztens. Mindenféleképpen kell egy asszisztens. Research. 2-es, 2-es, 0-es, 0-es. Hát... Te miben vagy nagyon jó? May. Frankie ugye az a farmer lesz, akkor legyen May. Legyen May. May elkezd vajon a tudománnyal foglalkozni? Még magam sem tudom. És ide erre a területre szeretnék organikból polluted dirtöt kirakni, és a prioritását meg akarom növelni 9-esre. Minden esetben, akárhányszor piszkos föld van, ide fogjuk elzárni, mert amint kitalálom, hogy hogyan lehet kialakítani egy duplikánstak az érdeklődési körét így a másik szuperkomputer irányába, akkor mindenféleképpen folytatni fogjuk ezeket a termeléseket, így a tudományos fejlesztést. Hölgyeim és uraim! Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, örülök, hogy velem tartottatok. Fejlődik a kolónia, megpróbálom azt a standardet kialakítani, ami eddig volt, és majd utána kinyúlni jobbra, illetve balra a megfelelő dolgokért, hogy több és több és gazdagabbak legyünk, és nőnek! Hát én olyan boldog vagyok, ha nem aranyosok. De! Még egyszer. Köszönöm a figyelmet, én Uno voltam, és mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!